Koncert, vagy inkább irodalmi est, tám mondhatjuk, hogy mindkét szó megfelelő, a kifordítva együttes ugyanis a versekkel kötött szoros barátsága okán az irodalom birodalmába vezeti hallgatóságát, legyen az klasszikus vagy kortárs. Az előbbi részlet is egy József Attila vers megzenésített változata az 1928-ban írt Ördög farába. Amiatt alakultunk, hogy megpróbáljuk egy picit a kultúrát bevinni könyvtárakba, művelődési házakba, közösségi terekbe, akár iskolákba is. És kezdetektől az volt a cél, hogy nem a klasszikus értelemben vett vers megzenésítős műsort állítsuk össze, hanem sokkal inkább szerettünk volna néhány meghökkentő példát beemelni, akár a mai kortárs könnyű zenei világból, itt dalszövegekre gondolok elsősorban, akár klasszikus, akár irodalmi alkotásokról. És hát a kifordítva név az onnan adódik, vagy abból született, hogy általában ezek a úgymond meghökkentő művek, ezek valamilyen furcsa tálalási móddal kerülnek bemutatásra. Ez azt jelenti, hogy vagy előfordul az, hogy mondjuk például egy könnyűzenei dalt, ami mondjuk egy ismert sláger, az mondjuk nem dalként hangzik el az előadás során, hanem mondjuk versként, prózai előadásmóddal. Tehát ettől lett ez a kifordítva a neve az együttesnek. Mindenki maga ítéli meg szerintem, hogy saját magunk számára mit jelent egy-egy dal, vagy egy vers. Igazából a mostani repertoárban, ami most a Magyar Kultúra Napjára készült, itt olyan műveket vettünk górcső alá, és kerültek be a repertoárba, akiknek a szerzői valamilyen szinten meghatározó szerepet töltöttek be a magyar kultúra életébe. A sikernek ára van, nem titka. Bohócnak nem jár aranykalitka. Ne szidd a sznobokat, hisz belőlük élsz. Az írás tudoktól meg jobb, ha félsz. Senki ne áldozza magát, érted? Ne lásd az urat, ha csak érzed. Ne hagyd, hogy más írja az életedet. Se szülőd, se testvéred, se szerelmesed. Nyilván azt kell mondani, hogy a teljesség igénye nélkül, és ezt el is szoktam mondani, hogy biztos a közönség soraiba ülnek sokan, akik mondjuk hiányolnak egy-két nagy költőt, vagy írót, vagy alkotást, vagy a saját kedvencüket. Ez nem azért nem került bele, mert mondjuk mi nem szeretjük, hanem egyszerűen most ez így alakult, és hát ugye nyilván szűkös az időkeret is, tehát valahogy meg kell próbálni összerakni ezt a dolgot. De hát itt most József Attilától, Földes László Hobon keresztül, nem tudom, a Kimbi együttesig bezárólag nagyon sok minden lesz. Én most már egyre inkább azt látom, hogy létezik a kortárs irodalom, csak picit átalakult, tehát ma már nem a klasszikus értelemben vett irodalmi folyóiratokon keresztül tájékozódnak az emberek, vagy jutnak hozzá ezekhez az irodalmi alkotásokhoz, hanem más platformok vannak. És mi ezt próbáljuk egy picit meglovagolni. Persze léteznek ugyanúgy a klasszikus folyóiratok, de ez tényleg, tehát most egy középiskolás gyereknek nem jut eszébe mondjuk élet és irodalmat olvasni. Viszont nagyon sok olyan, most mondjak egy ilyen példát, például a YouTube-on rengeteg olyan slammer, illetve dalszövegírónak megtalálható az alkotása, ami tényleg valamilyen kulturális értéket vagy üzenetet hordoz, és ezt nagyon fontosnak gondoltuk mi, hogy ezt erre rávilágítsunk, hogy tényleg amiket hallgatnak, azok közül nagyon soknak van komoly jelentése. Áldalagúval, vigalommal féltele, szeretni valóval, őrizlek kérő tenyerekkel, húz a földekkel, fellegekkel, topogásod, muzsikás romlás, falam ellened, örök omlás, tüledék árnyán ringatózom, lehelletedbe burkolózom, mindegy szeretsz-e, nem szeretsz-e, szívemhez szívvel keveredsz-e, látlak, hallak és énekellek, Istennek tégedet felek, hajnalba nyújtózik az erdő, ezen ölelő karja megnő, az égről a fény leszakítja, szerelme szívére mozítja. Ez is volt egyfajta cél, hogy valahogy főként a gyerekekhez közelebb hozni az irodalmat, mondom akár a klasszikust, akár a kortárs irodalmat, illetve hát pont emiatt
kerülnek be olyan alkotások, olyan művek a repertoárba, amit igazából a gyerekek, tehát az iskoláskorú gyerekek hallgatnak nap mint nap, de nem tudják, hogy ennek mondjuk irodalmi értéke is van. Tehát olyan szövegvilágú dalokban gondolkodunk, amelyeknek valamilyen szinten valami kulturális értéke vagy üzenete van, és ezek kerülnek be a repertoárba elsősorban, aztán azóta már, ugye most már lassan azt hiszem ez a harmadik év, hogy együtt működünk, és igazából most már nagyon sokat alakult a repertoár, hát van irodalmi műsorunk is, van fesztivál műsorunk, van kimondottan karácsonyi műsorunk is, tehát igazából elég széles ez a skála. Hát mi hárman vagyunk, és viszonylag régóta, tehát mondjuk olyan 15-20 éve az előadóművészi pályán, akár a Laciék, mint zenészek, én pedig, mint előadóművész, énekes. Az a helyzet, hogy amit az előző két évből le tudtunk szűrni, az az, hogy mindenhol pozitív volt a fogadtatása ennek a fajta megközelítésnek, meg ennek a fajta repertoárnak. És itt főként azokra gondolok, amikor mondjuk iskolákba mentünk el, és tényleg több száz gyerek előtt mutattunk be, vagy játszottunk egy órát, vagy 45 percet, és tényleg ott meséltem közben erről, arról, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzések érkeztek, és az, hogy lekötötte a műsor a gyerekeket, tehát nem az volt, hogy most ott nyüzsivó ment, meg egyéb rosszalkodás, amik szoktak menni. Általában azt veszük észre, hogy leköti a gyerekek figyelmét, és ez szerintem egy nagyon pozitív visszajelzés. Remélem, hogy a jövőben ez még jobb lesz majd. Az irodalmi esten mutatták be a frissen alakult Bonyhádi Irodalmi Kör első kiadványát. Van, aki verset írt bele, valaki néhány kis novellát, de pont azért, mert nem csak amatőr írók járnak, hanem úgy általában irodalomkedvelő emberek, ezért van benne néhány könyvajánló is, és hát ilyen így állt össze. Egy pályázat keretében gondolkodtunk abban, hogy új klubokat kéne létrehozni, és hát már régóta terveztem, hogy egy irodalmi kör nagyon jó lenne itt Bonyhádon, úgy gondolom, hogy ez egy hiánypótló kezdeményezés, és hát volt is érdeklődő rá, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez egy jó kezdeményezés lehet, és így indultunk el 2018. szeptemberében. Az irodalom iránt nagyon sokan érdeklődnek, egy irodalmi kör iránt sajnos már picit kevesebben, de hát én ezt betudom annak, hogy még nagyon friss a dolog, és tényleg változó a tagság létszáma, úgyhogy valaki csak egyszer tud eljönni, ugye havi egyszer ülnek össze, valaki már mindegyik alkalmon részt vett, és hát beszélgetnek az irodalomról, illetve kezdő amatőr írók is vannak köztük. Nyilván annak, aki amatőr író, ez már egy kis nyilvánosságot jelent, és esetleg ilyen szűkebb körben megmeri már mutatni magát, még hogyha nem is szeretné esetleg, hogy megjelenjenek az írásai, és már így egy mércét jelent számára, úgy gondolom, hogy mik a visszajelzések másoktól, a családon kívül például.